Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Örömmel, tele vagyok örömmel, hogy újra itt vagyok, és folytatjuk a tanulást. Remélem, hogy innentől kezdve már nem lesz sok megszakítás. A mai téma, ugye a heti szakasz a Kabbala tükrében, azt a kérdést fogunk tárgyalni, az élet tele van megpróbáltatásokkal, miért? Mesélnek egy történetet, hogy egyszer egy zsidó, akinek nagy, sok baja volt, sok córesze volt, elment a zsinagógában, és felmegy, ugye 4-5 lépcsőt, oda megy a Tóra szekrényhez, és imádkozik, imádkozik, Isten kérem segít, kérem segíts el, a feleségem beteg, a vállalkozásom csőd előtt van, stb. Stb. Imádkozik, kér segítséget. Jó, befejezi, hátrál, és amikor lemegy a lépcsőn, hát megbotlik és leesik. Erre feláll, azt mondja, világúra, kértem segítségedet, nincs kedved segíteni, rendben van, de ezért nem kell meglökni. A múlt heti szakasz a Lech Lechá, e heti szakasz a Veirá, nagyon furcsa történet van benne. Ugye egy nagy zsidó, Ábrahám ősatyánk, szeretne még közelebb és még közelebb kerülni az Istenhez, és ahelyett, hogy az Isten segítene neki, minden lehető nehézséget tesz az útjába. Még egyszer megpróbáltatás. A legnehezebb, ami ebben a heti szakaszban van, ugye az örökkévaló szól neki, áldoz fel a fiadat. És a kérdés az, hogy miért jó ez? Mit zavar? Miért nem tud az Isten segíteni Ábrahámnak, és ahelyett segítene, akkor még nehezebb és még nehezebbe teszi a lehetőség. Az igazság, ez egy téma, amiről sokszor beszéltünk, de egy, a téma az mindig aktuális mindenkinek az életében. Kettő, érdemes egy kicsit kihegyezni ezt a témát. A forrásokat még egyszer a kommentekbe betettem a linket. Ugyanakkor a kérdés, miért ez a sok megpróbáltatás? Nézzük meg, az első forrás az a Rán, Rabbeinu Nissim, középkori híres talmudi kommentátor, azt mondja, a próbatétel témáját meg kell vizsgálni. Hiszen az örökkévaló nyilván nem azért állít valakit próbatétel elé, hogy megtudja, ki állja-e az illető a próbát. Mert az örökkévaló minden jövőbeli eseményt lát, és nem bizonytalan semmiben. Hát nem azért van a próbatétel, az örökkévaló akarja tudni tényleg az illető hol tart. Az örökkévaló átlát minden embernek a szívét, pontosan tudja, hogy mi az ő szintje, akkor mi az értelme állandóan újra és újra próbára venni az embert. Az örökkévaló tudja, mi lesz a következmény, mi lesz a végeredmény. És ez nem csak egy kérdés Ábrahám kapcsán, a minden embernek van saját tapasztalata, hasonló saját tapasztalata, szeretne mégis tenni valamit az Isten szolgálatban, többet tenni a zsidóságáért, és mégis állandóan, pont akkor, amikor szeretne járni zsinagógában, közben jön valami. Szeretne menni tanulni, akkor a más elfoglaltság jön elő. Mindig pont akkor, amikor szeretne valamit tenni, előjönnek a nehézségek. Az ima könyvben minden reggel, a reggeli áldásokban van az ima, de altivjénő lidejni szóljon. Kérünk, Isten, ne vegy minket próbára. És
valójában ennek az alapja már a Talmudban található Dávid királyon. Hihetetlen történet. Nézzük meg a forrásokban a második forrás. Soha ne tegye ki magad az ember kísértésnek, hiszen amikor Dávid Izrael királya kísértésnek tette ki magad, elbukott. Azt mondta Dávid az örökkévalónak, világúra, miért mondjuk az Amidában, hogy Ábrám istene, Jicchák istene és Jákob istene, de nem mondjuk a Dávid istene. Így felelt az örökkévaló. Ők kiállták a próbát, de téged még nem állítattalak próba elé. Ezt mondta Dávid, világúra, állíts próba és vizsga elé. Szóval Dávid megrendelte, kérte az Istentől, állíts próba és vizsga elé. Folytatja a Talmud, ezután az van írva, az egyik nap este fele történő, Dávid felkelt fekvőhelyéről, és felment királyi palota tetőterasszára, a tetőről meglátott egy asszony Bátsevát, amint épp fürdött, és a történetnek a folytatása ismert. Szóval nem véletlen történt ez a kísértés. Dávid kérte az Istentől, kérem, állíts próba és vizsga elé. Hát, és nem tudta, hogy lesz az eredmény. Szóval mi nem kérünk az Istentől a próbát, és Isten miért adja nekünk ezeket a próbatételeket egymás után? Miért állandóan nehézebbnál nehézebb próbatételt tett Ábrám útjába? Mi a jó ebben? Ha megnézzük, a végigolvasunk, és remélem mindenki végigolvas a heti szakaszt, akkor megolvasunk a múlt heti szakaszt, a Lech Lechát, e heti szakasz a Vajérát, akkor lényegében ebben azt mondja, hogy Ábrámnak a története, élettörténete le van írva. Valójában nem Ábrámnak az élettörténete le van írva, hanem Ábrámnak a nehézségei le vannak írva. Egymás után nehézségek jönnek. Hogy a Midrás mondja, az első próbatétel olyan, mint az utolsó próbatétel. Mind a kettő ugyanaz a két szó van benne. Lech lecha. Az első próbatétel lech lecha, menj el országodból, hagyjál el a Haránt, menj el a Szentföldre. Az utolsó próbatétel lech lecha, menj el Moriá földjére, és áldozd fel a fiadat. Az első és az utolsó mind a kettő a Lech Lecha. Lényegében az előző heti szakasz eleje, és a mostani heti szakasz vége, abban benne van a 10 próbatétel, és mind a Lech Lechán belül. Valójában, ahogy már beszéltünk erről többször, nem két próbatétel van, hanem 10 próbatétel. Ahogy olvasunk az első oldal a források végén, a talmudi idézet, az atyák bölcs tanításaiból 10 próbatételt kellett kiállni Ábrám ősatyának, és ő mindegyiket kiállta. Szóval mennyi volt a siker aránya? Nem 90%, vagy 80%, vagy 95%, vagy 100% siker volt itt. Második oldal van idézve, hogy Maimonides felsorolja a 10 próbatétet. Nézzük meg, mert mindegyik benne van a heti szakaszban. Az Ábrám ősatyánkat ért 10 megpróbáltatás, mindegyike említve van a Tóra mondataiban. Maimonidesnek az a véleménye, hogy a próbatételeket csak azokat felsoroljuk, ami benne le van írva a Tórában, nem az, ami a szóbeli hagyomány mond, és le van írva a Midrásban. Nézzünk meg. Az első, menj el a te országodból, a te szülőföldedről, az a Lech Lecha elején, hagyjál el a Háránt, menj el Izraelbe. A második, hogy megérkezett Izraelbe, és éjség volt Kanaán földjén. Ekkor már letelepedett az országban, és már megkapta az ígéretet, megáldalak, és nagyá teszem a nevedet, ez tehát nagy próbatételnek számított. A harmadik az egyiptomi megpróbáltatásról szól, amikor elvitték Szárát
a fáraónak az ötödik Hágár feleségül vétele, miután felhagyott a reménnyel, hogy Sára szülni fog, a hatodik az idős korában elvégzett körülmetélés, nem egyszerű dolog, 99 évesen körülmetélte magát, a hetedik Grár király szintén elvittette Sárát, a nyolcadik Hágár eltávolítása, miután fiút szült neki, bevette a Hágárt, fia lett Ismael, de nem tudott együtt élni a Izsákkal, és el kellett küldeni a Ismaelt. A kilencedik fia Ismael eltávolítása, amiről először Hágár eltávolítása, utána Ismael eltávolítása, amiről azt mondja az örök, hogy ne legyen visszatetsző szemeidben a fiú miatt és szolgálód miatt. És az írás tanúsítja, hogy ez igen nehéz dolog volt a számára, és nagyon rossznak tetszett a dolog Ábrám szemében. Nem volt ez egyszerű, hogy végre volt egy fia a második feleségétől, és el kellett küldeni őt. És a tizedik, Iczhák, Izsák feláldozása. 10 próbatételen ment át Ábrám. Ami azt jelenti, Ábrámnak és Sárának nem volt könnyű az élete. De mi az érdekes ebben? Ábrám és Sárának normál, jó életük volt Háránban. Az örök azt mondja neki, Lech Lechá, menj el a te országodból, és mi a jutalom, és nagy népet teszlek téged, megáldalak, és nagyat teszem nevedet, hogy áldása légy, és megáldom azokat, akik téged áldanak. Szóval mindenféle ígéret. Azt hiszem, érdemes felszámolni az egész harani létezését, mert elmegy a Szentföldre, akkor csupa jó és csupa szépnek. Szóval Ábrám aliázik Izraelbe, és amikor megérkezik, mit talál a? Éjség. Azt jelenti, hogy Ábrám nem áldást hozott a Szentföldre, hanem átkat. A forrásokban is lementek Knán országában, és éjség volt az országban. Erre mondja Rási, éjség volt az országban, nem az egész közel-kelet, nem az egész környéken volt éjség, az országban volt éjség. Azt mondja Rási, csak abban az országban, ez lényegében az örökvaló jelezte Ábrámnak, csak neked van az éjség, másnak nincs éjség, csak ott, ahol te vagy, van az éjség. És Ábrámnak vándorolni kell, el kell indulni tovább, elmegy Egyiptomba. Megérkezik Egyiptomba, hogy Maimonides mondtak, elviszik a Sárát. És akkor itt már rögtön kellett volna panaszkodnia Ábrámnak. Örökkévaló, világúra, megígérte sok jót, és a csapások jönnek egymás után. Ábrám egy szót nem szólt. Ez volt a próbatételeit, hogy elfogadja, amit az Isten tesz, vagy kezd panaszkodni, perlekedni. Jó. Végre, vége van, visszamennek a Szentföldre, ma nincs éjség. No, akkor itt kezdődik a nyugalom, nem. Akkor van egy háború, meg kell menteni Lottot, az unoköcsét. 318 emberrel ment ki a sok király hadserege ellen, tovább. Utána még mindig egyedül van. Nincs gyereke, nincs senki. Erre Sára azt mondta, tessék, itt van a szolgáló lányom, a Hágár, talán itt lesz valami. Megint lehetett volna panaszkodni, örökkévaló megígérte nekünk, és közben még mindig nincs gyerekünk. Semmit nem mond. Aztán így megy az élet egymás után. Végre Hágártól van lett gyereke, Ismael. És Ismael és Izsák nem tudnak együtt lenni. Nézzük meg a forrásokban, az utolsó forrás, második oldalon az utolsó, és látta Sára az egyiptomi Hágár fiát, akit szült Ábrámnak, amint gúnyolodik, és mondta Ábrámnak, üzd el ezt a szolgálót és az ő fiát, hogy ne
örököljön ennek a szolgálónak a fia, az én fiam, a Izsákot. De nagyon visszatetszett a dolog Ábrahám szemeiben, az ő fia miatt, és mondta Isten Ábrahámnak, ne legyen visszatetsző szemeidben, a fiú miatt és szolgálód miatt, mindenben, amit mond neked, Sára, hallgass szavára. Erre azt mondja Rási, mit jelent az a gúnolodat? Olyan, most gúnolodat, az ember tudja, mi ez a gúnolod. Gúnolodat, emiatt el kell űzni otthonról, ez valami nem stimmel. Mi lehetett itt a gúnolodás? Erre azt mondja Rási, gúnolodat, azaz bálványokat szolgált. Más magyarázat, paráználkodott. Más magyarázat, Izsák meggyilkolásával fenyegetőzött, hogy ezt a kisfiút fogja megölni. Szóval nem valami gún, hanem itt valami komoly dolog volt, emiatt el kellett küldeni őt otthonról. Szóval rossz, és még rosszabb, kellemetlen, és még kellemetlenebb lett ez Ábrahámnak, és a kérdés, hogy mi az értelme ennek? Most. Van ennek egy egyszerű magyarázat, mint szinte egy nagyon fontos magyarázat, és utána van egy mélyebb magyarázat. Az egyszerű magyarázat az, hogy tényleg, az örök pontosan tudja, hogy Ábrahám milyen szinten van, és Ábrahám is tudja, hogy milyen szinten van. De az embereknek akart az örök megmutatni, nézd meg, mit jelent, hogy a valaki teljesen hisz bennem. Mindent vállal értem. Mindent tesz értem. Nézzünk meg, mit mond Rási. A harmadik oldal első bekezdés, ez pedig attól le van éved, az örökre való kéri Ábrahámot, hogy áldozzon fel Izsákot. Mondja a Tóra. És történt ezen dolgok után, az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta neki Ábrahám, hogy áldozz fel Izsákot. Áldozz fel Izsákot. Most folytatunk a negyedik oldal második bekezdés, és amikor sikerült a próba, Ábrahám elvitte Izsákot, és utána azt mondta neki, és utána az örök azt mondta, jó, most már láttam, mit mond neki az örök való, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Mit jelent most már tudom? Isten korábban nem tudta? Erre azt mondja rá, hogy most már van felelnem a sátánnak és a népeknek, amikor csodálkoznak az irántad érzett szeretetemben. Most már van mit mondanom, mert látják, hogy Isten félő vagy. Ami azt jelenti, hogy Rási szerint a próbának az volt a célja, megmutatni az embereknek, hogy Ábrahám mennyire hisz Istenben. Nem az volt a cél, hogy az Isten tudjon, vagy Ábrahám tudjon, milyen szinten van, hogy az emberek lássanak, hogy Ábrahám egy nagyon különleges ember. Még több, ez egy élő példa lesz az embereknek, hogy látod, mit jelent Isten szolgálni? Ábrahámnak lesz, Ábrahámtól származni fog az egész nép, Izrael fiai, a zsidó nép, és legyen a zsidóknak egy példa, hogy mit kell tenni az Istenét. Mindent kell. Nincs olyan dolog, ami túl nehéz lenne. Nagyon szépen leírja az Maimonides a tévegők útmutatójában. A negyedik oldal utolsó bekezdése. Ábrahám ősatyán béke vele, küldetésének lényege Izsák feláldozása kapcsán, nem küldetése, hanem inkább próbatétele, ezzel tudatja velünk, az örökön nekünk akart ezzel üzeni, hogy Isten iránt érzett szeretete, és Isten félelme milyen határtalan. És Izsák feláldozása meghaladt minden képzeletet, mert ellentétben áll az emberi természete. Gyermektelen ember volt az Ábrahám, és leginkább egy gyermek után sóvárgott,
nagy vagyonon rendelkezett és megbecsült ember volt, várható volt, hogy nemzet válik utódaiból, hosszas reménytelenség után, 99 éves volt már, fia született, aki iránt hatalmas szeretet és kötődést érzett, de Isten félelme, Isten iránt érzett szeretete miatt félretette minden reménységét, és beleegyezett, hogy feláldozza a fiát. Azért mi volt akar a célja? Hogy hirdesse az emberiség számára, hogy mi a méltó viselkedés az Isten félelem és Isten szeretetének kifejezéshez. És azt mondta neki az angyal, most már tudom, azaz e cselekedetet miatt valódi Isten félelem rendelkező embernek hívnak, és minden ember megtudja, hogy mi az Isten félelem határa. Szóval ez a magyarázat szerint az örökkévaló akadt minél több olyan hihetetlen, nagy és nehéz próbatételen áttenni Ábrahámot, hogy Ábrahámnak a leszármazottja, illetve minden más hívő embernek legyen a szeme előtt egy példa Ábrahám. Nincs az, ami túl nagy, amit az ember nem tenne az Istenért. Ez az embernek a természete, nézi, hogy mit tettek a szülei és nagyszülei, és ez neki egy útmutatás, hogy mi a helyes. Nézzünk meg egy érdekes, szép midrás. A midrás az az ötödik oldal tette. Jákob eljegyzési ajándékokat küldett Ráhelnek. Ugye Jákob tudta, hogy 7 év munka után megkapja Ráhel. És állandóan küldött ajándékot. Láván Leának adta ezeket. Ráhel pedig hallgatott. Ráhel soha nem mondta Ábrahámnak, nem kapta meg az ajándékot. Mindig úgy tette, mintha ő kapta volna meg. Szóval hallgatott. Ráhel a hallgatást választotta, és utódainak is átadta a hallgatás erénye. Fia Benjamin tudta, hogy Józsefet eladtak, mégis hallgatott. Későbbi utódja Saul nem mondta el nagybátyának, hogy király koronáztak. Királyá koronáztak. Apjának nem mondta el, és a királyság dolgot nem mondta el neki. Eszter ezt a szinten hallgatott. Ahogy olvasunk az Eszter könyvében, Eszter nem beszélt szülőföldjéről, nem mondta, honnan származik. Szóval mi a dolog lényege? A dolog lényege az, látjuk, hogy Ráhelnek volt az a tulajdonság, az a helyes viselkedés, hogy hallgatott, a Ráhelnek a leszármazottja, szintén a hallgatást választották, és nagyon sokszor nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Mert amit a szülő tesz, az a leszármazottjai átvesznek tőle. Egy nagyon szép történet van, volt egy híres rabbi Jákob Dávid, aki a mozaik neveként van ismert, mint Ritbász. Ő egy ilyen 100 évvel ezelőtt élt Cvátan. Litvániából származott, rövid időre ment Amerikában, Egyesült Államokban, aztán Cvátan írt egy nagyon-nagyon különleges kommentárt a jeruzsálemi Talmudhoz. Neki volt jarcájtja, azt jelenti, az apjának a halálozási évfordulója mindig télen volt. No, ő természetesen a jarcájtot, az nagyon fontos, minden ember nagyon figyel arra, a férfiak járnak zsinagóga, a nők nem mondanak kádis, de szintén gyújtanak gyertyát, stb. Stb. Szóval ő mindig nagyon figyelt arra, mit tudja mondani kádist az apja után. De volt egy év, amikor nagyon-nagyon erős tél volt, hó és minden, azon a napon nem jött össze a minnyen a zsinagógában. Nem jött össze. De a Ritbáz minden megtett, összeszedte az emberek, hogy legyen egy minnyen, legyenek 10, hogy tudjon előimádkozni és kádist mondani az apja után. Ima közben egy kicsit ilyen elsírta magad, ugye gondolkodott az apjáról, és egy kicsit ilyen nagyon érzékenyült. Ima után kérdeztek tőle, hogy mi történt.
Azt mondja, az apja hosszú élete volt, és minden szép, és minden jó volt. Mi volt ez, ami most nagyon megérintette őt? Én azt mondta, elmondom neked, nektek. Azt mondja, én kis gyerek voltam szülővárosokban, Szluckban, az Belarus. Belarus, Fehér-Oroszországban, nem Litvánia. Tehát ez. Minden reggel szoktam menni a Melamedhez. A tanárom az, aki tanított tórára. Most az én apám egy vállalkozó volt, kemenceket, cserép kályhákat épített, és elég jó módú volt. Egyszer csak azt mondja nekem a tanár, a Melamed, ugye, ma az utolsó nap, holnap ne gyere vissza, mert az apád már három hónapban nem fizetett. Én nem tudom talán folytatni, és valamiben meg kell élnem. Jó, hazajöttem, mondtam az apámnak, hogy figyel, a tanár azt mondta, hogy ne jöjjek holnap, mert nem fizetél. Fú, nagyon-nagyon-nagyon szomorú volt az apám, és igazad általában jó módú volt, mert jó munkája volt, ez a vállalkozás jó volt, de az volt a probléma, valami miatt nem lehetett téglát szerezni. Ha nincs tégla, nem tud kályhákat építeni. Ja. Elment az apám imádkozni este a zsinagógába, Márévra, és hallja, hogy két gazdag ember mondja azt, hogy képzel a fiam, amit a mostanában fog házasodni, a ház elkészült minden, de nincs kályha, hogy tudom őket oda. Tél van, hogy fogom tudni őket oda beengedni? Az apám ezt hallotta, azt mondta, elnézés, úram, vállalom, építek neked kályhát. Hat ezüstért, ezüst pénzért. Nem volt olcsó, de gazdag ember azt mondta, tessék, itt van az hat ezüst pénz, gyere ide és ide, építs fel nekem a kályhát a fiamnak az új házában. Apám hazajött, mit csinált? Volt nekünk egy kályhánk a lakásban, ami évtizedek óta ott van. Apám szétszette, másnap elvitte a téglákat, építette a kályhát annak a gazdag embernek. Hazajött, hat pénze volt. Azt mondta az apám, azt mondta nekem, tessék, három ezüst a utolsó három hónapban, tovább három ezüst pénz a következő három hónapban el van látva. Azon a télen jól-jól fáztunk mi otthon, mert a kája eltűnt, átköltözött a kája. De mit láttam? Ez egy életre szóló példa volt nekem, mit jelent szeretni a tóra tanulást. Hogy a saját kályhát szétszette, a lényeg az, hogy én, a fiam, tudjak menni tanulni. És ez olyan hatással volt a Ritbázra, a Ribiákov Davidra, és tényleg lett belőle egy ilyen nagy gáon. Szóval ez a célja Rashi és Maimonides szerint, ez a célja a megpróbáltatásoknak. Nézzünk meg az ötödik oldalon, a Barbenel. Ennek a próbatétel nem a vizsgáztatás volt a lényege, nem az, hogy Isten megtudja, amit korábban nem tudott. Az örökkel azért adta ezt a próbatéltet Niszajon, hogy csoda néz történjen, mert Ábrám ősatyánk a csodás tette, elkápráztatta a népeket, olyan volt, mint egy magasra felvont zászló, mire feltekintettek a népek, és mentek utána. Ez Ábrám volt a példa, tessék, itt a zászló, nézzetek, hogyan kell viselkedni, és ez volt a cél a próbának. Niszajon, az néz, az magasra zászlót is jelent, ami útmutatást jelent. És ez a megpróbálásnak a célja, de ez valamennyire megválaszolja a megpróbáltatások a mi életünkben is, hogy mi is mutassunk példát a saját családunknak, a saját ismerőseknek, hogyan kell az Istent szolgálni minden nehézségnek ellenére. Ez az egyik magyarázati. Van egy
mélyebb magyarázat is, amit a haszidizmus mond, és még egy kis történet. Londonban volt a Lubavitchi rabbi, Nachman Szudák rabbi, jól ismertem őt. Többször járt itt Magyarországon is. Ő mesélte, amikor gyerek volt, akkor Szamarkandban, Uzbekisztánban élte. Nagyon sok askenázi zsidó ment a Szamarkandban élni, mert az messze volt, és ott nem figyeltek annyira. Figyeltek ott is, de nem olyan szigorúan, és nem olyan kegyetlenül. Szóval mondja a Szudák rabbi, hogy minden reggel, én természetesen nem jártam állami iskolában, én túrát mentem tanulni, de ezért korán kellett menni, amikor még sötét van, az emberek ne vegyék észre, és késen kellett hazajönnem, amikor már sötét van, megint ne vegyenek észre. Ne lássanak, hogy én megyek, de máshova megyek. Az volt a probléma, hogy ez jó volt vasárnaptól csütörtökig, de pénteken muszáj volt hazajönni, amikor még világosság van kint, mert a Sábesz miatt. No, hazajövök, és épp egy rendőr leállít engem. Azt mondja, gyerek, ki vagy? Hova mész? Azt mondom, jöttem a nagymamámtól. Aha, és a nagymamám küldetett könyvet az apámnak. Mi volt a kezében? Egy humás. Melyik iskolába jársz? Erre mondtam egy nevet, egy számot, ami egy másik mellette lévő faluba volt, nem Szamarkandban, abban a reményben, hogy a rendőr nem fogja tudni ellenőrizni. Jó, a rendőr elengedett, de követett engem, hogy lássam pontosan, hova megyek, és akkor észrevettem, akkor jöttem, mentem, és próbáltam gyorsan menni. A végén egy parkban beszaladtam, és ott a rendőr elveszített. Elveszített az utat, és ott vártam, amikor sötét volt már, és utána csak jöttem haza. Hazajöttem, ajjajjajjajjaj, már aggódtak, hol van a Nachman. De mindenki azt mondja, nekem ez pedig egy életre szóló tanítás volt, hogy mire vagyok képes. Én képes vagyok a rendőrtől menekülni, és minden azért tudjak túra tanulni. Ami azt jelenti, minden embernek van, minden embernek a lelkében lehet hihetetlen sok erő van. A kapacitása az embernek az rengeteg. Csak általában az ember nem örül annak, hogy nehézen dolgozni. A munkában is minden ember dolgozik, de hát nem használja ki igazán az a potenciál, ami benne van. De valamikor az van, húha, nincs elég pénz, több pénz kell, akkor az ember vállal még egy munkát, túlórázik, és hirtelen kiderül, hoho, az ember képes. Az ember maga látja, hogy mire vagyok képes. Ha kényszer van, akkor hirtelen nem mit tudom én, olyan mennyiség képes megcsinálni, ugyanannyi idő alatt képes dupla mennyiséget is végezni, illetve dupla időt is dolgozni. Hirtelen az ember felfedez, amikor kényszer van, felfedez olyan hihetetlen erő, ami benne van, máskor nem vette észre, vagy nem hitte el, hogy milyen nagy a kapacitási. Ugyanúgy ez igaz a munkában, ugyanez igaz a spirituális téren is, az Isten szolgálatban. Szóval azt mondja, én jó zsidó vagyok, ezt teszem, azt teszem, hát a lehetőséghez képes. Hirtelen, ha van valami kényszer, az ember észreveszi, hogy sokkal-sokkal többre is képes. Ami azt jelenti, hogy a próbatétel az nem az Istennek jön bizonyítani, hanem az embernek jön bizonyítani, hogy fedezem fel, mennyi lelki erő van benne, milyen nagy a kapacitás.
Nachmanides azt mondja az ötödik oldalon, a próbatétel lényege szerintem az általa a gyakorlatban is megjelenni az erő. Kifejezésre hozni az, ami el van rétve az ember lelkében. A 12. mondatban áll, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Ezt mondja az Isten. Eleinte is birtokában volt Isten félelme erejének, ám nagy tettekben nem nyilvánult meg. Amikor azt mondja az Isten, most tudtam meg, hogy Isten félő vagy, ez nem jelenti, hogy most le Isten félő, hanem most jutott kifejezésre. Most azonban a cselekedetben is megmutatkozott, teljesé vált érdeme, és teljesé vált jutalma az örökkévalótól Izrael Istenétől. Ez a dolog lényeg a próbatételek. Nem véletlenül, most menjünk vissza, az a Midrash, azt mondja, az első és az utolsó próbatétel, és hogy menjél. Menjél azt jelenti, nem maradj el ezen a helyen, juss el előre, menj el előre, mert meg fogod találni, fel fogod fedezni azt a hihetetlen potenciál, ami benned van. Képes vagy sokkal több tórát tanulni, képes vagy sokkal több micvát tanulni, képes vagy sokkal többet imádkozni, képes vagy mindenre. Csak az embernek magának is fel kell fedeznie azt, hogy mire képes. És van még két kis gondolat itt. Sokszor az ember készül valamire, és valahogy nehézségek vannak. Hát azt mondja, ezek szerint az Isten nem kíváncsi rám. Ha ilyen nehézségek vannak, ez az Isten elfordult tőlem, és nem kíváncsi rám. Pont az ellenkezője. Ez az Isten azt szeretne mondani az embernek, sokkal többre vagy képes, szeretném látni többet ennél. A nehézség az azért van, az ember tudjon többet tenni. Az ember megy fitnessre, mindenféle mondjuk súlyemelkedés. Mit tesznek? Mindig többet és többet és többet tesznek rá, hogy ezáltal kihozni az emberből az az erő, ami benne van. Sokkal többre képes az ember, és lépésre kihoznak ezt. Mesélnek az egyik haszid mesterről, amikor gyerek volt, eljön az apjához, nagyon sír, azt mondja, mi történt? Képzel, bujocskát játszottunk, és elbújtam, a többiek kerestek engemet kicsit, nem találtak, abba hagytak, és elmentek. És akkor én egyedül maradtam. Azt mondja neki az apja, az Istened is így van. Az Isten valamikor elbújik tőlünk, és nézzük, nincs az Isten, és mi elmegyünk, elfeledkezünk róla. Még az Isten elbújik tőlünk, ez nem azért van, mert nem kíváncsi ránk, hanem azért van, mert szeretne elérni az, hogy találjuk meg őt. A másik dolog, ha az Isten próbára veszi az embert, az, ugye azt mondtunk, az Istennek miért kell a próbatétele, hisz az Isten tudja, hogy az ember mire képes. Pont ez az alapja. Mivel az Isten tudja, hogy az ember sokkal többre képes, ezért veszi őt próbatételre, mert azt akarja, hogy az a potenciál, amit az Isten tudja, hogy benne van, az jusson kifejezésre. Azt jelenti, hogy az Isten azért veszi az embert próbatételre, mert tudja, hogy képes rá. Tudja, hogy sokkal több erő van. Nagyon szép midrás van itt. A midrás azt mondja, a mesterember kipróbálja, akarja látni, még agyag edény jól sikerült. Még koncsó jól sikerült. Azt mondja, amikor látja egy gyenge koncsot, nem kopogtatja. Amikor látja egy erős koncsot, próbáltak. Egy, kettő, három, tényleg nagyon jól sikerült. És mivel látja, hogy jól sikerült, akkor azért próbára veszi. Olyan koncsó, amit látja, hogy gyenge, az nem nyúl. Szóval összefoglalva, a próbatételnek az alapja egy példát mutatni a családnak, a szomszédnak, az ismerőseknek, hogy az ember mire képes. Ábrahámnak a gyereke is ismeri, és lássanak, mire képes. Kettő,
hogy előhozni azt az elrejtett potenciál, ami benne van. És ez nem, hogy soha nem mondja, de nehézség, ez egy bizonyíték arra, az Isten nem kíváncsi ránk, pont fordítva. Az Isten kíváncsi ránk, és szeretne többet kihozni, ami benne van a lelkünkben. Köszönöm a figyelmet, majd folytatjuk vasárnaptól kezdve, most már minden este Isten segítségével itt lesznek. Köszönöm a figyelmet, holnap este, péntek este, ugye 5-kor tanulni fogunk a vasváriban, mindenkit szeretettel várunk, különböző dolgok átveszünk a heti szakon, 6-kor van lesz az esti a ima, a kabala, csabát, szombat fogadás, utána lesz a szombati péntek esti vacsora, minden zsidó hittestvéreinket szeretettel és örömmel látjuk. Good Shabbos kívánok mindenkinek, előlegezzen már holnap estére. És majd utána vasárnap folytatjuk rendesen a hét minden napját. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek!